Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm stúdiónkban Földi Lászlót, a Védett Társadalom Alapítvány igazgatóját, titkosszolgálati szakértőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Amikor még ezt az időpontot egyeztettük, nem tudtuk, hogy milyen aktualitású is lesz ez a műsor, és hogy miért lesz fontos az is akár, hogy ön titkosszolgálati szakértő. Ugye itt a hétvégére célzok, ugyanis egy nagyszabású terrortámadást hajtott végre a Hamász Izrael ellen. Azóta folyik egy háború, Gázának az ostroma. Ma reggel láttam, hogy bejelentették, hogy be is fognak vonulni szárazföldi csapatokkal Izrael Gázába. Ez tegnap még lebegtetett hír volt, hogy igen vagy nem, nem lehetett eldönteni, hogy mi lesz ebből. Hogyan látja ezt az egész esemény sorozatot, és főleg hát akkor a titkosszolgálatoknak a szerepét. Már az első nap megjelentek azok a kritikák, hogy hol volt a Mossad, hogy nem tudtak erről, hogy lehetett ekkora pusztítást végezni viszonylag rövid idő alatt, úgyhogy ez nem tűnt fel előtte a hatóságoknak. Hát meggyőződésem, hogy a helyzet sokkal bonyolultabb, mint ami látszik. Hiszen azért, mert természetesen formálisan itt egy katonai támadásról van szó, amelynek leginkább a megtámadott területek lakossága, tehát a civilek az áldozatai. Na most természetesen felmerül a kérdés, hogy meg lehet előzni ilyen akciókat, vagy ha igen, akkor milyen módon. Én azt gondolom, hogy egyrészt kicsit korai minősíteni és értékelni, hogy ki hibázott és milyen formában. Egyszerűen azért, mert a feszültség a két rendszer között, Izrael és palesztin társadalom között, az egy permanens dolog. Ugye nem először fordul elő, hogy katonai eszközökkel próbálnak az egyik-másik irányba érvényt szerezni a saját elképzelésüknek. Az egy más kérdés, hogy ilyen jellegű fölkészültség palesztin oldalon nem volt gyakorlat az elmúlt időszakban, és ugye ez a kérdés, hogy ez miért történhetett meg, és erre mondom, hogy szerintem a dolog sokkal bonyolultabb annál, mint ami látszik. Ezen azért arról van szó, hogyha beleágyazzuk a nemzetközi környezetbe ezt az egész folyamatot, akkor azt látjuk, hogy van egy jelenlegi kormánya Izraelnek, amely például, hadd fogalmazzak így, a Wall Street pénzemberei számára nem elfogadható. Ezen azért nem, mert Netanyahu kormánya egy nemzeti kormány. Ahogy egy Putyin sem elfogadható, mert Oroszország egy nemzeti értéket képvisel, és ha mondjam Magyarországot itt a nagyok mellé, egy Orbán kormány is ezért, hogy úgy mondjam, ítéltetett veszőfutásra. Tehát egyrészt van egy belpolitikai háttere annak Izraelen belül, amelyek és akik az elmúlt időszakban egyébként utcai tüntetésekkel fejezték ki nem tetszésüket a meglévő, egyébként szabályosan megválasztott izraeli kormánnyal szemben. Ezzel nem azt akarom sugallni, hogy adott esetben egy belső érdekrendszer, vagy mondjuk csoport is szerepet játszhatott abban, hogy a palesztinok épp most támadnak, épp most ilyen feltételek között tudnak tulajdonképpen előre nyomulni, átjátszva azokat a védelmi rendszereket, amelyek azért elég durvák, és hogy mondjam, a világon szinte egyedülálló módon próbálják biztosítani Izraelnek a biztonságát katonai támadással szemben például, hiszen Izrael egy olyan világban él a Közel-Keleten, akik a szomszédai lévén nem nagyon tűrnék el az ő létezését sem. Tehát ezért kellett így fölkészülni. Na most, tehát ezért mondom azt, hogy jelen pillanatban azt megmondani, hogy a nemzetközi térben ki segítette palesztinai harcosokat, technikailag mondjuk, hiszen ugye a mai műhold világában, az űrfegyverek világában azért nem zárható ki, hogy itt nem egy Hamas akcióról van szó kizárólag technikai értelemben, hanem egy nagyon is támogatott, külső támogatást élvező, felkészült erőtérnek az akciója is, vagy mondjuk az előkészítési szakasza, vagy akár a végrehajtási szakaszában ez föllelhető. Ehhez párosul egy izraeli belpolitikai élettér, és ehhez párosul egy tulajdonképpen olyan világkép, amely gyakorlatilag 2015 óta azt mutatja, hogy egyértelműen bizonyos erőterek, gazdasági erőterekre utalnék, föl akarják fordítani a világot, ilyen csúnya kifejezéssel, gyakorlatilag arról van szó, hogy Európát szétverni, a normalitásokat tönkretenni, és itt tovább. Tehát magyarul egy nemzetközi háború folyik, egy ideológiában, identitásban és ma már gazdasági érdekben kifejezett háború, és még egy. És ez is talán nagyon fontos a megítéléshez képest. Ugye az egypólus megszűnik,
talán erről a múltkor nem is beszélgettünk. Megint egy második pólus, ez az orosz-kínai rendszer és a mögötte lévő gazdasági erőtér, a BRICS, és Amerika azt gondolom, hogy valamilyen hát negatív spirálból szeretne kilépni. És megint mi történik? Egyszer csak van egy esemény a Közel-Keleten, Izraelben, és megjelennek az amerikai hadihajók a környéken. Tehát Amerika újra, hogy úgy mondjam, ítélő erőként próbál részt venni egy olyan konfliktusban, amelyhez egyébként formálisan, vagy politikai értelemben sok köze nincsen rövid távon. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mind-mind összetevői. Most ettől függetlenül természetesen, egy nagy kérdőjel, de hát ezt majd az izraeli hatóságok nyilván kiderítik, hogy belülről, tehát izraeli rendszeren belül voltak olyan árulók, voltak olyan érdekkörök, vagy szervezetek, vagy bármilyen szinten, vagy pláne akár a titkosszolgálat, vagy a rendvédelmi szervek között, akik mondjuk, hát ha nem is tevőlegesen, de legalábbis áttételes módon nem vették komolyan azokat a jelzéseket, amelyek esetleg arra vonatkoztak, hogy a Hamas egy nagyobb támadásra készül, abból kiindulva, hogy a védelmi rendszerük talán annyira jó, hogy semmiféleképpen nem tudnak majd áttörni. Ugye a Hamas az akciónak a sikerét részben azzal magyarázta, hogy csak a szervezők, tehát egy pár tucat ember tudta a teljes tervet, és az alatta lévő harcosok mind csak részfeladatokat tudtak, sőt, sem Iránt, sem más, tehát a Hezbollahot sem avatták be igazából a terveikbe. Ez lehet egyébként egy sikernek a kulcsa, mert ugye azt lehet tudni, hogy azért, vagy sejteni lehet, hogy nyilván vannak oda beépülve titkosszolgálati emberek, akár zsidók Izrael részéről, akik megpróbálnak onnan információkat szerezni. Igen, ez életszerű. Tehát ez a fajta megközelítés, hogy minél szűkebb körben tartok egy információt, annál nagyobb az esélye rá, hogy az egy meg is marad, tehát nem szivárog ki. De van egy másik történet is a háttérben. Egyszerűen az, hogy gyakorlatilag a 90-es évektől kezdődően azok a terrorszervezetek, amely többek között a Hamasz is, egy nagyon erős, úgynevezett belső ellenzéki védelmi rendszert épített ki. Tehát magyarul minden olyan személy, aki számára furcsa volt kétértelmű, hogy miért akar csatlakozni, azt nemes egyszerűséggel likvidálták. Tehát a beépülés, csak erre utalnék, amit az előbb mondott, ez a 90-es évekig működő rendszer volt, tehát az ügynöki hálózat, mint olyan, nagyon alaposan volt képes föltérképezni, tulajdonképpen Irántól Egyiptomig a környéket, most izraeli szempontból, és mondjuk a Mossad szempontjából mondjuk ezt. Aztán utána volt egy törés, tehát nagyon komoly lebukások voltak egyszer csak, mert ugye viszont beépülések is történtek az ezekben a szervezetekben, és a 90-es évektől gyakorlatilag ennek a lehetősége minimalizálódott, hiszen ismétlen, nem is vizsgálták különösebben az új arcokat, hogy most ezek valóban esetleg támadó jelleggel érkeztek, vagy minket akarnak, vagy küldték őket mondjuk, hanem egyszerűen elutasították ezeknek a közeledését. Tehát magyarul lecsökkent az élő erő létszáma. Na most ugye a technika létezik, természetesen ettől függetlenül, tehát a lehallgató rendszerek, a műhold rendszerek léteznek úgymond felderítésre alkalmas módon. Hát igen, ám csak az ember tényezője mindig a döntő. Mert ugye az ember az, aki előre, tehát az agyakba látva, a beszélgetés következtében képes kombinálni. A műhold csak a meglévő eseményeket tudja rögzíteni, és hát tulajdonképpen a lehallgató rendszerek is félrevezethetők azzal, hogyha azt megfelelő módon tudatosan kiiktatják, vagy tudatosan félrevezetik, mondjuk egy kommunikáción keresztül. Tehát az emberi tényező az, amelyiknek a hiánya adott esetben okozhat ilyen úgymond meglepetéseket az ellenfél szempontjából. Ugye, hogy fel is vezettem, egy brutális, példátlan terrortámadás történt, és aki Twitter fölhasználó, az erről sok videót, képet láthatott. Bevallom őszintén, én annyira megőriztem magamat, hogy nem akartam ezeket megnézni, de beszámolókból és elmondásokból is bőven elég volt, hogy körülbelül mik történtek szombat délelőtt reggel Izraelben, és megdöbbenéssel vette az ember észre azt, hogy európai nagyvárosokban tüntettek a Hamász mellett, Izrael halálát kívánva és ünnepelve.
ezeket az eseményeket. Tehát történik a Közel-Keleten, ahogy eddig is beszéltünk róla, ott azért a konfliktusoktól nem mentes övezetről beszélünk. Történik ott egy feszültség, és az hullámokat ver európai nagyvárosokban is. Tehát olvastam, hogy a londoni rendőrség is megerősített készültséget rendelt el, Németországban is nagyobb készültséget kapnak például a zsidó intézmények, mert attól tartanak, hogy terrortámadásokat követhetnek el, hiszen a Hamász fegyverbe szólította minden hívét, tehát azt mondta, hogy akinek akár egy fejszéje vagy bármilyen van kése, az öljön zsidót. Nézze, az az igazság, hogy ez megint nem egy újdonság. Hiszen ha visszatekintünk pár évtizedet is akár, de mindenféleképpen mondjuk 2015-ig, akkor azt látjuk, hogy minden olyan esemény, amely muszlim eredetű, tehát dzsihadi megoldásként csapott le civilekre Európában, egyébként Moszkvától Párizsig, mert nem csak Nyugat-Európában voltak ilyenek, gyakorlatilag az iszlám világ, muszlim világ ünneplésbe tölt ki. Az unokáktól a nagyszülőkig bezárulnak. Tehát az ő életükben, az ő logikájukban, az ő kultúrájukban, hogy így fogalmazzak, vagy vallásukban, ez vallás, gyakorlatilag a másik félnek a megölése, a tulajdonképpeni ilyen értelmű élettér növelés, az egy elfogadott dolog. És nem véletlen az, hogy 2015-től gyakorlatilag jó magam is, és sokan egyszerűen értetetlen módon állunk, és döbbenten állunk az elé, hogy Európa gyakorlatilag minimálisan nem védekezik, mondjuk a migráció tekintetében. Nem védi a határait. Ma Európa biztonsága egyenlő a nullával. És nem azért, mert ne lennének katonák, vagy nem azért, mert ne lennének rendőrök, hanem két ok miatt. Egyrészt, mert a politika látható módon nem úgy reagál a dologra, hogy kellene. 15-től kezdve ezt látjuk. Még mindig a német kormány azt mondja, hogy 2026-ig támogatni fogja anyagilag azokat az NGO-kat, amelyek hajókat tartanak föl arra, hogy a Földközi-tengeren keresztül úgymond idegeneket szállítsanak Európába, akikről nem tudjuk, hogy kicsodák, mit akarnak, kik vannak közöttük, mondjuk éppen katonák és harcosok, akik azért jönnek, hogy elfoglalják Európát. Ez teljesen nyilvánvaló, hozzáteszem, 2015 óta erre bizonyítékok vannak. Ezek az emberek nem csak ide jönnek, katonakorú férfiak lévén, hanem fölkészített, kiképzett emberek nagy része, és ma már azt látjuk, hogy hála az ukrán háborúnak, idézőbe téve természetesen a hálát, ugye olyan fegyver mennyiség szabadult el gyakorlatilag ellenőrizetlen módon Európa területén, amely már alkalmas mondjuk laktanyák elfoglalására és támadására. És akkor nézzük végig a dolog forgatókönyvét. Ide küldték a hadsereget, még puszta kézzel érkeztek. Azután jön egy pillanat, amikor a fegyverek kézbe jutnak, hiszen már a szerb-magyar határon is használják, mint tudjuk, ezeket a fegyvereket. Továbbá sem értem, hogy a hatóság szeme láttára. Ezek a fegyverek Európában lesznek, egyre nagyobb tömeg kezébe kerülnek, ezek a tömegek célpontokat fognak keresni. És a következő lépcső Európában nem az lesz, hogy egy-egy terrortámadás mondjuk egy objektum ellen, hanem több országban egyszerre fognak végrehajtani terrortámadást, és hogy a hatása még nagyobb legyen, laktanyákat is el fognak foglalni, ha ez így megy és így tart, ismétlem, mert Európa biztonsági rendszere egyenlő a nullával. Ugyanis Európának nem egymással kellene vitatkozni, nem egymással kellene háborúzni, lásd Oroszország és Nyugat-Európa, hanem pont az ellen védekezni, amely nyilvánvalóan 8 éven keresztül a szemünk láttára történik. Emlékszünk a történelme Buda elestére. Gyakorlatilag a török seregek besétáltak a várba, úgymond, mert baráti jobbot nyújtottak a védőknek. Aztán szépen elfoglalták 150 évig. Ugyanez a sorsvár Európára. És ami ma Izraelben történik, ez egy bemelegítő ehhez. Ez egy mutatvány arra, hogy hogyan és milyen módon fog össze majd, ha nem mondjam, a muszlim világ annak érdekében, hogy a tervét végrehajtsa. Ugye nem is titkolt ez a szándék, mert sokan gondolhatnák, hogy nem veszik talán elég komolyan például a Hamász vezérének a szavait. Ugye olvastam egy cikket erről, hogy arról beszélt, hogy az egész nyugati világ ellen igazából folyik ez a háborújuk, és a zsidók után a keresztények következnek, tehát az összes, nekik igazából
Izraellel, a kereszténységgel, a nyugati világgal ámblok problémáik vannak, és úgy gondolják, hogy akkor lesz itt szép világ, hogyha az ő törvényeik fognak uralkodni az egész bolygón. És ugye sokan legyintenek erre, hogy jó, hát mond valamit ott valaki a sivatag kellős közepén, de hát látjuk, hogy ezek a szavak bizonyos tömegeket itt is tudnak fanatizálni, és elindítani, energizálni. Ugye ennek az a problémája, az előbb is jeleztem, hogy egyébként hozzátérve, hogy a keresztényeket már most is gyilkolják Örményországban. Csak ez kicsit kevesebb hangsúlyt kap. Tehát itt nem csak zsidók ellen megy ilyen értelemben a támadás muszlim oldalról. Tehát akik itt vannak Európában, látható módon az elmúlt évtizedek során, a 60-as évekre visszatekintve nem integrálódtak előképpen. A muszlim bevándorlókra gondolok, hanem közösségeket alkottak, saját kultúrát építettek. Számukra az európai jogrend sem érvényes, hiszen a sharia az, amit ők követnek saját törvényük szerint. Tehát magyarul a kultúránkat nem fogadják el, hagyományainkat nem ismerik el, a vallásunkat megtagadják, sőt ellenségnek tekintik. Saját, lakó közösségeket, életteleket hoznak létre, saját törvények szerint élnek, figyelmen kívül hagyva a befogadó ország törvényeit. Mi a következő lépés? Teljes egészében akár fegyverrel is elfogadni, elfoglalni ezeket a területeket. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy nagyon le vagyunk maradva, nem csak gondolkodásban, az egy dolog, hanem a tettek oldaláról is, hogy ezt hogyan kellene kezelni. 2015-ben világos volt, hogy amikor Párizs robbant, és amikor később több francia város, és belga, és holland is, és Anglia, támadás alá került, akkor egyértelműen ki kellett volna jelenteni, már akkor, ezelőtt 7-8 évvel, hogy aki ebben részt vett valamilyen formában, az nem csak börtönbe kerül, hanem annak a családja, a rokonai Európát el kell, hogy hagyják. Mert nagyon fontos tétel, higgy el, hogy ezben a kultúrában, amelyet mi iszlámnak hívunk, és a muszlim emberek életében szétnézünk, rendkívül erős hagyománya van a családi összetartásnak. Tehát amikor ők, az említette, ünnepelnek terrorcselekményt, ünnepelnek civil emberek legyilkolását, és ezt együtt teszik, ez pontosan mutatja, hogy számukra az egyetlen csapás, hogy így fogalmazzak, hogyha valamilyen esemény miatt az egész család bűnhődik. És itt már nem a bűnhődés, nem bűnhődés kérdéséről van szó, hanem egy konzekvens föllépésre arra, hogy a család tartsa vissza azokat a kezdeményezéseket, vagy azokat a családtagokat, akik mondjuk a támadás, a dzsihad útjára akarnak lépni. Senki más nem tudja őket megállítani. Ez nagyon fontos tudomásul vennünk. Sem a börtönök, sem az átnevelő táborok, sem a rábeszélések. Egyedül a család lenne képes. Na most, hogyha ez a család nem jól reagál ezekre a helyzetekre és reakciókra, akkor bizony azt gondolom, hogy bázist kap tulajdonképpen az erőszak, egy olyan hátországot, amely folyamatosan indulatokban tartja az akciózókat, és ezek az akciók egyre nagyobb térben fognak megtörténni. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal bonyolultabb ez a kérdés ilyen értelemben, mint hogy néhány terroristát majd letartóztatunk, leültetünk, vagy bármit csinálunk vele, és akkor a dolgok a helyére kerülnek. Így nem fognak. Mi a véleménye, hogy itt főleg Nyugat-Európában, de akár még Amerikát is ide vehetnénk, ugye New Yorkban is voltak nagy tüntetések a napokban. A politikai akarat hiányzik ehhez? Vagy az emberek egyszerűen nem hiszik ezt el, hogy ez megtörténhet, mint ahogy Izraelben is most, ahogy többen nyilatkoztak az események után, úgy gondolják sokan, hogy Izrael sem számított erre, nem hitték el ők sem, hogy a Hamas egyrészt erre képes, meg hogy egyáltalán ezt meglépni. Pedig ők aztán tényleg egy fenyegetett környezetben élnek. Igen, tehát azért ilyen szempontból Izrael és egy Európa más lehetőséggel rendelkezik, hiszen Izrael, ahogy említettük is, az egy történelmi élethelyzete folyamatosan, ugye egy ellenséges környezetben él, akik az ő létét nem akarják elfogadni. Nyilván egészen más védelmi szisztémát feltételez, mint mondjuk Európa, ahol ezért ilyenfajta támadásnak a logikája nem létezett korábban. De hadd mondjam azt, hogy megint túl kell lépnünk a taktikai élethelyzeten, és azt kell mondanunk, és azt kell néznünk, hogy a nemzetközi politikában milyen stratégiai elemek vannak. És egyik stratégiai elem, ugye sokszor el is beszéltünk, és nem csak velem, ön is másokkal, van egy káosz elmélet filozófia.
Tehát vannak olyan erőterek, amelyek úgy gondolják, hogy az ő érdekük, gazdasági érdekük többek között nyilvánvalóan, és politikai érdekük is, hogyha olyan világot próbálnak összerakni, amiben a nemzeti értékeknek nincs helye, magyarul nincsenek nemzetállamok, hanem egy globális valami csoda tudja, mi van, és ezen belül majd az ő szabályzó rendszerükön keresztül majd újra ezt a káoszt el fogják nyugtatni, és egy normális szempontjukból, az ő szempontjukban normális világot létrehozni. Tehát nekik, ennek a bizonyos gazdasági előtérnek, nem csak az a célja és érdeke, hogy a fegyvereit el tudja adni, hiszen fegyvergyártók, és nem csak az az érdeke, hogy a bankpénzüket ki tudják helyezni ilyen akcióknál, és majd az újjáépítésnél, hanem az is, hogy ezek a fajta élethelyzetek, amelyeket mi 100 éveken keresztül kiépítettünk, mondjuk a civilizált Európában, ezek megváltozanak. Nekik nagyon jól jön bármiféle káosz, nekik nagyon jól jön bármiféle összeütközés és összecsapás, és a végrehajtó rendszerek, legyenek azok palesztin katonák, vagy éppenséggel a másik fél katonái, akik szemben állnak egymással, és egy Ukrajnában is volt, egymást gyilkolják, gyakorlatilag ugyanaz a népcsoport, orosz és ukrán, nem tudják az igazi célt. Ők csak annyit látnak, hogy most háború van, most a másikat gyilkolnom kell, mert hogy, és nem tudják, hogy tulajdonképpen felhasználják őket egy olyan cég érdekében, amiből egyértelműen kiderül, hogy az emberi élet már nem számít, hanem csak bizonyos célok végrehajtása számít. Régen azért a háborúknak voltak minimális szabályai. Például az, hogy a hadifoglyokat nem gyilkoljuk le. Például az, hogy a civil lakosságot igyekezünk megkímélni. Például az, hogy a megállapodásokat azért betartjuk. Ezek eltűntek, megjegyzem, az iszlám állam megjelenésével tűntek el először, hogy az iraki háborút követően, amiből az következik, hogy ma már nem várható el a harcoló feleknél semmiféle, hogy mondjam, érzékenység a másik érdekei mentén. Csak egy motiváció van, mindenáron meggyilkolni a másikat. Ez az a korábbi háborúban nem így volt. Beszélt ön is az Ukrajnába került fegyverekről, és ezzel kapcsolatban hoztam egy hírt. Ukrajna adta el nekik a fegyvereket, állítja, egy Hamaszhoz köthető személy, egy Telegram videót osztottak meg, amelyben ez az információ szerepel. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt egyáltalán ellenőrizni, csak sejtések lehetnek ezzel kapcsolatban, hogy van-e mögött valóságos tartalom, de ha ez így van, akkor kinek a felelőssége ez? Hogy egy terrorszervezethez jutnak azok a fegyverek, amelyeket nyilván a nyugat küldött Ukrajna megsegítése céljából. Ennél rosszabb a helyzet, így el, mert azok a fegyverek is a Hamasznál vannak, azok egy része, amelyet Izrael küldött Ukrajnába. Tehát ez a kérdés, hogy ugye nagyon egyszerű képleteken alapszik. Egyszerűen arról van szó, hogy Ukrajnában már minek is küldünk fegyvert, hiszen kvázi a háborúnak az a formája, amely egymást támadólagosan fölfogó rendszerről lenne szó, megszűnt. Ott van egy határvédelem orosz részről, és próbálkozik Ukrajna. Tehát a fegyverekre olyan értelemben, főleg gyalogsági fegyverekre, amely korábban fölmerült, hogy szükség lehet, hiszen egy háborúban szemben álló felekről volt szó, az megszűnt. Tehát ezek a fegyverek nem kellenek Ukrajnában. Akkor hol kellenek? Hát mindenhol máshol, ahol ezt értékesíteni lehet. Akár az ukránok részéről is. És a fekete piacon megjelentek ezek a fegyverek. Egyébként tüzérségi fegyverekkel bezárólag, tehát nem csupán kézi fegyverekről van szó. Ezekhez hozzáférni pénz kérdésére, tehát pénzzel rendelkezők bármikor meg tudják tenni. És ahogy említettük már ezen a beszélgetésen is, vannak olyan érdekkörök, akár a Közel-Keleten, vagy még távolabb országban is, akik szívesen finanszíroznak háborúkat, konfliktusokat, és megint mindegy, hogy miért, mert a fegyvereiket így eladják, vagy azért, mert az érdekeket érvényesítik, vagy azért, hogy egy magasabb politikai célt érnek el. Ez most mindegy, de igenis van az a tőkeerő, amely ezeket a fegyvereket megvásárolja, szétosztja, és gyakorlatilag támogatja ezt a fajta megoldást. Hogyan látja itt az Izraelben kitört háború egyébként egy újabb ilyen káoszos gócpontot fog létrehozni, és nagyobb hatással lesz erre a világrendváltásra, amiről beszélnek már ugye az elmúlt időszakban, mert láttam olyan szenáriót is, hogy hát pár hét alatt ezt az élek küzdik az izraeliek, és akkor így szépen rendbe rakják ott a gázai övezetet, és akkor megint béke lesz egy darabig. Vagy ez a háború, ez most úgy tűnik, hogy egy picit komolyabb végeredményekkel járhat, akár ha gondolunk Iránra, Szaúd-Arábiára, és arra, hogy egyébként az egész Közel-Kelet mozog,
mozog, mert megjelent ott Kína, mert Oroszországnak is lennének érdekei, tehát hogy ez egy nagyon összetett helyzet. Ha jól emlékszem, amikor beszélgettünk a kétpólusú világ megjelenéséről, tehát az amerikai egypólus helyett most már kettő van, ugye az orosz-kínai vezetéssel, akkor én akkor is azt mondtam, most is ezt tudom mondani, azaz a kérdését megerősíteni, hogy igenis, mivel két pólus van a világban, ez mindig folyamatos konfliktust jelent. Jelent gazdaságilag, politikailag, és jelent adott esetben katonai értelemben is. Ugye az, hogy az amerikai hadihajók megjelentek, beszéltünk erről, annak egy nagyon komoly üzenete, hogy bizony a második pólus, a Kína-Oroszország által létrehozott pólusba, főleg a fejlődő országok, ugye így hívtuk őket régen, tehát a harmadik világ országai, ez a Közel-Kelet, az arab országok, vagy éppen amerikai, dél-amerikai országok, csatlakoztak a leggyorsabban, tehát a BRICS gazdasági közösséghez. Ugye az Amerikának rettentesen nem érdeke. Tehát hogy lehet ezt megakadályozni? Gondolkozunk Washington fejével. Hát egyrészt úgy, hogy megpróbálom visszacsábítani valami formában. Ez rövid távon nem fog működni, hiszen épp azért menekülnek el, hogy az amerikai nyomás alól ezek az országok kikerüljenek, amit az elmúlt 70 évben megtapasztaltak, és nem nagyon volt jó nekik. Akkor hogyan? Hát például úgy, hogy a rendszeren belül okozok egy zűrzavart. Hiszen, ahogy említette, hogy azokról az országokról van szó, Szaúd-Arábiától, Iránon keresztül, gyakorlatilag akár Izraelig bezárólag, akik azért gondolkoztak azon erősen, hogy a másik pólushoz csatlakoznának. De ebben a pillanatban ez a folyamat megszakadt. Hogy örökre megszakad-e, az egy másik kérdés. De rövid távon, taktikai értelemben igenis van egy zavar most a másik pólus építkezésében. Tehát magyarul az amerikaiak visszavágtak, ha így tetszik. Én most nem akarok prejudikálni, mert messzire vezetne nyilván, és nincs hozzá bizonyítékom, hogy az amerikaiak szerepet játszottak ebben a konfliktus kirobbantásában, de nem tartanám teljesen mondjuk életszerűtlennek ezt a helyzetet. Pontosan azért, amit az előbb próbáltam mondani, hogy a másik pólus erejének a megtörése csak belülről lehetséges, kívülről nem. Tehát az amerikaiak érdeke az, hogy ez legalábbis megtörjön, lassuljon, vagy akár fölbomoljon abban a formában, mint hogy ez elindult. És ugye beszéltünk az izraeli belpolitikáról is részben, amelyet az elmúlt egy évben látunk itt az igazságügyi reformi miatti tüntetések, és ugye az azokon megjelenő akár jelszavak, akár plakátok, amelyek azért rögtön megmutatták azt, hogy honnan fúj a szél, vagy honnan jönnek ezek az üzenetek. Mit gondolom, hogy sokan azt mondják, hogy részben nyilván ez is hozzájárulhatott ehhez a támadáshoz, hiszen meggyengítette, megosztotta a társadalmat, akár még a honvédségnek a kötelékeibe is beférkőzött ez a fajta politikai üzenet, ami miatt ugye gyengének láthatták akár az ellenségei is ezt, de lehet ennél, tehát ennek a belpolitikai válságnak más módon is következménye ez a... amit láttunk kibontakozni itt a hétvégén, mert ugye az az igazság, hogy egy politikai hatalom számára szerintem a rémálom az, amikor egy ilyen történik, tehát senki nem akar elnök lenni egy ilyen napon, ami Izraelben október 7-én megtörtént. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk? Hogy akar egy ilyenkor elnök lenni bárki. Egy biztos, hogy két kimenetele van természetesen, az egyik az, hogy összeomlik az erőtér, tehát magyar a kormány lemond, hiszen átadja a helyét egy másik megoldásnak. A másik, hogy megerősödik politikailag, hiszen látjuk, hogy az utcai tüntetések megszűntek, amelyek egyébként azért voltak, nem győzöm hangsúlyozni, mert a mostani hívjuk jobboldali kormánynak, ezt mondjuk Izraelben egy kicsit mást jelent, mondjuk Európában, de ettől még lehet ezt a jelzőt használni, nem felelt meg a mainstream elképzeléseinek. Tehát magyarul én úgy hívom őket, ha megengedi, hogy a Wall Street-i pénz erőtérnek nem felelt meg a mostani kormány. Tehát van az a spekuláció, amit említett, hogy itt egy belpolitikai ellenségeskedésnek is van mondjuk a háttere az ügyben, hogy ez kirobbant ebben a formában. És a spekuláció arra, hogy ezen keresztül a kormány leváltható. Szerintem nem ez fog történni, hanem a harmadik. Az pedig teljes egészében a hadsereg átveszi az irányítást, mert hogy háborút jelentettek be. Tehát nem arról van szó, hogy van egy terrortámadás, amelyiket visszaver a különböző rendvédelmi szerv. Arról van szó, hogy egy háborús helyzet alakult ki, teljesen egyértelmű, hogy katonai frontok jöttek létre. Ez nem terrorakció, hanem egy reguláris hadseregnek, mondhatjuk így. Most mindegy, hogy milyen felszerelése van, de akkor is egy reguláris erőtérként jelenik meg, és erre egy hadseregi válasz jön. A
háborúban a katonáké a szerep. Nem tudom, hogy emlékszünk-e a történelemben, Churchill, Stalin, Hitler katonaruhában voltak. Ezzel jelképezve azt egyébként, meg sokan mások is, hogy a politika a háborúban háttérbe kell, hogy lépjen egyet, és a hadsereg jön előre. Az, hogy a politika egyébként politikailag irányítja a szakmát, fogalmazunk így, a hadsereg, az rendben van, de a döntéseket nem lehet politikai értelemben meghozni egy háborúban, hiszen életekről van szó, terület elfoglalásról és egyedekről van szó. Tehát magyarul a politika erő, ereje és potenciális lehetősége csökken a háborúban. Tehát én azt várom Izraelben is, hogy igenis a következő időszakban a hadsereg vezetése lesz az, amely diktálni fogja a feltételeket ahhoz, hogy mit és milyen módon kell tenni. Hogy meddig tart? Nézze, maga a háborús helyzet, tehát az, hogy itt nehéz tüzérséggel, rakétákkal lövik egymást, ennek egyszer csak nyilván vége lesz. Mert valamelyik fél, valószínűleg az izraeli, ki tudja kényszeríteni ezügyben mondjuk a tűzszünet valamilyen formáját. A konfliktus azonban nagyon hosszú távon megmarad. Ahogy előtte is volt, picit, mintha nyugodni látszott volna azért az elmúlt években, ez megszűnt, visszajön a korábbi konfrontatívabb magatartás mindkét fél részéről, és egy még nehezebb válsághelyzetben kell élni ott a Közel-Keleten. George Friedman, aki egy híres geopolitikai stratéga, amerikai geopolitikai stratéga, megszólalt egyébként akár Izrael kapcsolatban is, és azt mondta, hogy szerinte egy hosszú háborúra lehet készülni, de most nem is erről kérdezném, mert erről mi is beszéltünk most már itt a műsor első felében, hanem Ukrajnáról, ugyanis mert többen felvetik azt, hogy igazából a Hamas, ilyet is olvastam pont egy pár perccel ezelőtt, hogy a Hamas igazából Ukrajnának ártott a legtöbbet ezzel, hogy kirobbantotta ezt az izraeli konfliktust, hiszen most mindenki Izraelre figyel, és így Ukrajna magára fog maradni. Ugye szó volt arról is, hogy az amerikai költségvetés elfogadásánál már megnyírbálták az Ukrajnának szánt segélyeket, tehát ott már lehetett látni azt, hogy kicsit visszakoznak abból, hogy legalábbis pénzügyileg támogassák Ukrajnát, és egyrészt erről mi a vélemény, és akkor hozom a George Friedmanos idézetet majd. Ez az ukrajnai kérdés nem azért változik meg, mert van-e még rá pénz, vagy nincs, vagy ki mit szeretne, hanem azért változik meg, mert a narratíva megváltozott. Hiszen 2022. február 21-e után miről szólt a világ? Hogy egy agressziót kell megfékezni Ukrajnán keresztül, hiszen az oroszok jönnek és elfoglalják Ukrajnát, Lengyelországot, Európát és mindenkit. Emiatt indultak meg a támogatások. Ugye ez volt a fő szalag cím. Ebben hittek az emberek, ezt elhitték az emberek, és ennek megfelelően politikailag társadalmi támogatták gyakorlatilag Európa szerte. Na most igen, nem csak közben megváltozott a helyzet. Az oroszok azt mondták, hogy elfoglaltuk azt, amit el akartunk foglalni, most megint mindegy, hogy milyen okkal tették. Gyakorlatilag fölépítettek egy újabb határt, ami már Oroszország határa, ugye azon a területen, az elfoglalt terület nyugati határán. Kiépítettek egy nagyon erős védelmi rendszert, amit nem tudnak áttörni semmilyen hadseregek, meggyőződésem szerint, legalábbis a hagyományos fegyverekkel nem. És gyakorlatilag részükről befejezték a háborút ebben a formában, átálltak egy határvédelemre. Azt mondták, hogy innentől kezdve Oroszország határát megvédjük, kell fegyverrel, vagy bármilyen módon, leginkább persze diplomáciai formában kellene ezt megtenni, meg kellene beszélni a nemzetközi világgal, hogy akkor itt az ukrán háború véget ért. Nagyon nehéz most már ezt a narratívát ukrán oldalon fenntartani. Magyarul azt a világ felé, hogy Ukrajnát támadják az oroszok, el akarják foglalni Kijevet, meg mindenféle Kárpátalján bezárólag az egész területet, és adjátok nekünk a segélyeket, és adjátok a fegyvereket, és minden mást. Hiszen Ukrajna jelen pillanatban maximum azt kommunikálhatja, hogy az úgynevezett elfoglalt területeket szeretné visszaszerezni. De azt nem tudja kommunikálni, hogy védekeznie kell az orosz agresszióval szemben, mert nincs tovább orosz agresszió. Tehát itt ezt kell tulajdonképpen megérteni, hogy a finanszírozásnak és a támogatásnak azért csökkent nagy mértékben
mértékben a mennyiség és a volumene, mert azt belátták azért Washingtontól Brüsszelen keresztül Berlinig, hogy persze lehet itt bármennyi fegyvert adni, de az mind roncsá válik, hiszen nem fogják áttörni a védelmi rendszert, azaz nem tudnak ártani Oroszországnak, nem foglalják el Oroszországot Napóleonhoz és Hitlerhez hasonlóan. Ez egy naív ábránd is volt bármikor, tehát magyarul fölösleges pocsékolás. Nekik már azon kell gondolkozni, hogy a jelzálogba vett ukrán földet hogyan fogják hasznosítani, és kevésbé azt, hogy tovább rombolják-e, vagy nem. Igen, George Friedman is így nyilatkozott, hogy a háborúnak vége, a harcok mégis tartanak, mert nem tudják, hogy hogyan fejezzék be. És itt a végeredményt illetően pedig azt mondta, hogy Oroszország távol tartotta az USA-t a határaitól a geopolitikai stratégia értelmezésében, ám mást nem ért el Moszkva. Ukrajna pedig megőrizte a szuverenitását az ország nagy része felett, az amerikaiak pedig igen valószínűtlenné tették az orosz behatolást Ukrajnán túlra. Na erről mi a véleménye? Lehet ilyen végeredményt vonni ebből a más, több mint másfél éves konfliktusból? Nézd, azzal egyetértek, hogy tulajdonképpen az oroszok, itt picit módosítanám azt a véleményt, hogy oroszok nem értek el igazi célt. Szerintem igen. Tehát ők nem akartak többet elérni. Ebből kell kiindulnunk. Tehát az semmiféleképpen nem helyes gondolkodás, hogy Oroszország vissza akarta szerezni Ukrajnát. Tehát, hogy magyarul a Szovjetunió rendszerében gondolkodva újra ki akarta bővíteni az orosz érdekkört földrajzilag. Ez nem igaz. Ő azt akarta megakadályozni, hogy azon a területen, amiről beszélünk és amelyet elfoglalt, ne lehessen rakétákat telepíteni NATO szempontból, amely Moszkvát gyorsan eléri. Lásd most az izraeli helyzet. Azt akarta elérni, hogy az ott élő orosz nemzetiség, több mint 80%-a ennek a területnek, azt a Nazov, mondjuk úgy náci hadserege, mert ez sem titok ma már, ne gyilkolásza önfeledten, mint ahogy egyébként ugye a palesztinok most próbálják Izraelben ezt megtenni. És azt is el akarta érni, hogy azok a laborok szűnjenek meg, amelyben tulajdonképpen támadó víruskutatás folyt. Nem egy, hanem legalább 200 ilyen labor volt, és tulajdonképpen NATO fönnhatóság alatt, mert nem csak az ukránok és amerikaiak voltak benne, hanem franciák, lengyelek és mások is. Ezt elérte azzal, hogy a Minszki szerződéssel kvázi nem tudta, tehát fegyveres erővel tette meg, és érte el. Én azt gondolom, hogy oroszoknál ez egy stratégiai cél volt. Tehát nem egy másodlagos taktikai érdek, vagy mondjuk úgy eredmény, hanem ez a fő céljuk volt. És elért még egyet, ezt nem tudom, hogy akart elérni, szerintem ez lehet, hogy később derült ki számára, hogy Kínával közösen gyakorlatilag megroppantották az egypólusú világot. És én azt gondolom, hogy itt Washington öngólt lőtt. Mert ő nem erre gondolt, hogyha Ukrajnában ki provokál egy ilyen helyzetet, és tulajdonképpen megszerzi Ukrajnát, kvázi közelebb lopózik az orosz területhez, mint NATO, azt ő nem gondolta, hogy ez kiválthat egy olyan reakciót a Moszkva és Peking oldaláról, hogy akkor úgy érzik, hogy eljött az idő, aminek előbb-utóbb el kell jönni, hogy akkor az egy pólusnak vége, és létrehozzuk a második pólust. Én azt gondolom, hogyha nincs az ukrán konfliktus, tehát nem kergetik be a két országot ebbe a konfliktusba, akkor ez a bizonyos nyitás a következő pólusra még bizonyos idővel később történt volna meg, de mivel ez megtörtént, ennek egy ilyen hatása van, és ez orosz szempontból megint egy pozitívum, hiszen gondoljunk bele, hogy Oroszország gyakorlatilag az elmúlt 30 évben egy nemzet volt, nem egy nagy történet. Tehát sem gazdaságilag, sem nemzetközi politikában nem játszott szerepet, lássuk be. Az, hogy vannak nukleáris fegyverei, oké, és akkor mi van? Tehát Oroszország egy lejtmenetben volt, hogy így fogalmazunk, a szovjet rendszerhez képest, a megítéléshez képest, és nemzetközi súlyához képest. Ezzel viszont, hogy ez a helyzet most ilyen értelemben az ő szempontjából indul pozitív irányba, újra hatalmi tényezővé vált, és nincs kiszolgáltatva a nyugati befogadom, nem fogadom politikának, mint amire az elmúlt 30 évben Moszkva próbálkozott. Tehát, hogy fogadják be a hetekhez, a nyolcakhoz, meg mit tudom én kihez. Ebben elutasították, és a NATO-ba is jelentkezett, ha jól emlékszem, a 90-es évek második felében. Most egy hatalom lett. Ez igenis eredmény az ő szempontjából. És ez jó Európának, vagy rossz?
Európának akkor jó, hogyha Európa megérti azt az üzenetet ebben, hogy Oroszország jó lehet egy másik, mondjuk úgy hatalmi központnak az egyik szereplője, vezére, de ő európai ország. Tehát azt a élethelyzetet, ami egyenleg szétválasztja Európát, Nyugat-Európát, főleg Oroszországtól, ezt vissza lehet állítani. Ettől Moszkva nagyon nem zárkózna el, hisz Oroszországban a társadalom európaiként gondolkodik és él, és nem akar ázsiai ország lenni, hogy még egyszerűbben fogalmazzak. Tehát a moszkvai vezetés abban a helyzetben van, hogy nagyon szívesen egyezkedne Nyugat-Európával, újra létrehozna az északi áramlatot, újra együttműködne az energiában, a gazdaságfejlődésben, a technológia cserében, és Európa nagyjátételében, mert számára szerintem Kína nem egy hosszú távú alternatíva, és ezt Moszkvában tudni kell. George Friedman úgy is fogalmazott, hogy ez az a háború, amit mindenki elvesztett, és idővel a vezetők is elfogják, és majd ez fogja elhozni az elkerülhetetlen békét, de itt a mindenki elvesztette kifejezésnél ragadva Oroszország is elvesztette, hogy mondta, lehet, hogy stratégiai céljait elérte, viszont rengeteg nagy emberveszteség árán és egyéb más veszteségek árán érte ezt el. Nézze, Oroszországban a politikai vezetés 70%-ban támogatott volt az elmúlt évtizedekben, most 80. Na most, hogyha innen közelítünk egy politikai veszteséghez, akkor nyilvánvalóan sajnálatos az emberhalál, és ez nem elfogadható egy emberhalála sem, nem hogy tízezreké. Még a katonák, akkor sem. De én úgy gondolom, hogy közben a tények, az orosz GDP növekedett. Közben az orosz szövetségi rendszer elképesztő módon bővült, a BRICS segítségével hozzáteszek. És közben Oroszország iránti szimpátia a világban sokkal nagyobb, mint azt megelőzően volt, hiszen nyilvánvaló volt az is, hogy itt tulajdonképpen Oroszországot berángatják valamibe, amire ő sokkal szívesebben, hogy mondjam, kimaradna, és a békét választaná. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy Nem szabad ezt úgy kezelni, hogy itt egy katonai patthelyzet alakult ki. Az elképzelhető, és mondjuk katonai értelemben valószínűleg nem is lehet nagyon győztes kikiáltani, de abból a szempontból, hogy ennek milyen politikai, stratégiai értéke van, és hosszú távú következménye, én azt gondolom, hogy Oroszország szempontjából csak pozitív. Oroszország felszívhatja magát annyira emiatt akár stratégiai számára siker miatt, hogy a NATO-t megtámadja, vagy olyan provokatív lépéseket tesz, amivel ki provokál egy harmadik világháborút. Láttam, bocsánat, csak azért, mert most nem találtam meg, de láttam egy ilyen elemzést, hogy bizonyos csapat összevonásokban erre következtetnek. Ez butaság. Tehát higgyük már el végre, hogy, és nem győzem elégszer hangsúlyozni, és nem az én véleményem, ezek tények. Hagyományos fegyverekkel nem lehet háborút nyerni ma már. Oroszország gazdasága nincs abban a helyzetben, hogy világháborúba bonyolódjon. Még azon a szinten sincs ilyen értelemben, mint a második világháborúban. Oroszország gazdasága kizárólag a békére építhet, és a konszolidált együttműködésben tud fejlődni, különben eltűnhet a történelemből. Oroszország vezetői nem buta emberek, ezt pontosan tudják, nálam nyilván jobban, és még komolyabb számokkal alátámasztva. Tehát az a mondat, hogy Oroszország támadni akar, pláne Európán belül, Oroszország meg akarja támadni a NATO-t, ezek a butaságnak a magas fokmérőit mutatják szerintem. Egy-kettő, ha a nukleáris háborúra gondol bárki is, tehát nem a hagyományos fegyverekre, hanem a modern fegyverekre, nukleáris háború, a nukleáris fegyverek, űrfegyverek, drónhadseregek, vírus fegyverek, akkor pedig elpusztul a világ. Tehát ha ma egy nukleáris háborúnak a induló pontjától számított rövid időn belül 5 milliárd ember hal meg azonnal, és 3 földrész azonnal eltűnik a földről. Ez mi? Ez milyen stratégia? Ez milyen logika? Ez milyen politikai elképzelés? Ez ostobaság. Még egy George Friedman idézet, ezt az előbb már felolvastam, hogy Ukrajna megőrizte a szuverenitását. Erről mit gondol? Mert azért itt megoszlanak a vélemények, hogy Ukrajna most mennyire szuverén akár, és hát itt, ha be lesz fejezve ez a háború, lesz egy tűzszünet, akkor mi lesz Ukrajnának a sorsa? Ukrajna addig volt tulajdonképpen szuverén ország, amíg Oroszországgal együttműködött. Most, mivel Amerika megvásárolta Ukrajnát, nem szuverén, hanem nem tulajdona önmagának. Én azt gondolom, hogy ennek súlyos következménye lesznek ukrán szempontból. Ukrajnát elhagyta a népessége fele.
Nagyon sokan meghaltak. Nyilván az egy bosszú út, hosszú távon az olaszok irányába fönntart, de alapvetően az a helyzet alakult ki, hogy azok a hitelek, amelyeket Ukrajna kapott ugye a háború mondjuk finanszírozására, ezeknek a hiteleknek a hátterében jelzálogjog volt. Az ukrán föld, az ukrán ásványkincsek, az ukrán ipar és minden, ami mozdítható ebben a tekintetben. Hisz Ukrajna nem tudja visszafizetni a hiteleket, akkor sem, hogyha talán ilyen űrsebességre kapcsolna a gazdasága. Ez nem fog megtörténni. Tehát Ukrajnát lenyúlták pestélyesen szólva, az a pénztőke és az a pénztőke érdek, aki egyébként a fegyvereket is gyártja, hogy mellékesen, és szereti a háborút. Innentől kezdve Ukrajna a függetlenségéről nem beszélhetünk. Nyilván nem amerikai zászló lesz kitűzve az ukrán parlamentre, hanem az ukrán zászló. És nyilván formálisan úgy tűnik, hogy ez az ország visszatér előbb-utóbb egy normális, békés ritmusba. De nem ezzel a vezetéssel, aki jelenleg Ukrajnában van nyilvánvalóan, és nem azban a logikában, ahogy élt az elmúlt évtizedekben vagy évszázadokban, tulajdonképpen Kelet-Európa orosz szomszédságában. Aztán el lehet mondani, hogy ugye a Nyugat támogatta és bíztatta végül is ennek a háborúnak a folytatására Ukrajnát hosszú ideig. Ehhez küldött támogatásokat is, de az épp arra volt elég, hogy valamennyire fönt lehessen tartani ezt a háborút. És miután látszott, hogy az ellentámadás nem lesz sikeres, és egy hosszadalmas, elnyúló harcá fajul végül is ott ezeknél a védelmi vonalaknál, akkor érdekes módon lehetett látni, hogy egyre több európai és amerikai vezető kezd el arról beszélni, hogy Ukrajna milyen korrupt, hogy Ukrajnában mekkora a korrupció, és egy picit át lett tolva ennek a felelőssége, ennek az egész háborúnak a felelőssége Ukrajnára, hogy hát mivel korrupt, és ellopták a fegyvereket, és a toborzó tisztek, és stb. Stb. Nyilván ezért nem lett sikeres ez a háború, és ezért kell mögüle kivonulni. Milyen morális magatartás ez egyébként a Nyugat részéről? Támogatunk valamit, aztán amikor látjuk, hogy hát lehet, hogy nem fog összejönni, akkor kivonulunk, de mindezt úgy, hogy arcvesztés nélkül. Mondhatnám, hogy gazemberség, de nem mondom. Mert ami kialakult, ez volt a cél. Itt nem arról van szó, hogy most ők szeretnének kivonulni bárhonnan is. Nem arról van szó, hogy belátták, hogy az ukránok korruptak, vagy nem. Mondjuk a háborúnak nincs értelme. Amiről az előbb beszéltünk, a cél Ukrajna megszerzése volt. Ukrajna egy nagyon fontos természeti kincsekkel rendelkező ország. Ezt még nem nagyon fejtették ki eddig, de szerintem elő fognak kerülni az adatok és számok. Az ukrán termőföld a világon az egyik legjobb minőségű, hogy más nem mondjak, és elég nagy terület áll rendelkezésre ehhez. És vannak olyan rendkívüli ásványok az ukrán földben, amelyek főleg a modern technikához szükségesek a digitalizált világhoz. Megint csak, hogy így aláhúzzuk ezt. Tehát magyarul azok, akik most úgymond kivonulnak, ők vagy nem voltak benne a történet elején, beavatottak, mint ahogy ugye ez előfordul, és most próbálnak valamit magyarázatként előhozni, ha már politikusok. Vagy ha benne voltak, akkor nettó hazudnak, hiszen pontosan tudniuk kellett, hogy mi történt. De meggyőződésem szerint most ez a nagy csodálkozás, ez hát legalábbis illetlen dolog, amit művelnek itt a ukrán témában. És még továbbra is egy a kérdés, miért nem teszik fel azt, hogy akkor tűzszünet, hölgyeim és uraim, hiszen látható módon az öldöklésnek semmi értelme, nem lesz következménye, csak emberhalál, tessék kezdeni tárgyalni. Ez a mondat nem hangzik el sem Washingtonban, sem Brüsszelben, sem Berlinben, sem sehol. Egyedül Moszkvában és Budapesten. De hát ez azt gondolom, hogy sovány elképzelés. Földi László, a Védett Társadalom Alapítvány igazgatója, titkosszolgálati szakértő volt a vendégünk. Köszönöm szépen! Köszönöm.